Szakos pályabőrzét szerveznek a végzős diákoknak Gyergyó Szent Miklóson. Idén is megszervezték a hagyományos őszi szakalóversenyt a Salamon Ernő gimnáziumban. Kolozsvár ellen játszott vasárnap a Gyergyó Szent Miklósi VSK-ISK férfi kosárlabda csapata. Jó estét kívánok, híreink következnek itt a Fénytelevízióban, tartsanak velünk! 9. alkalommal szervez a Gyergyói Medence pszichopedagógiai munkaközössége pályabőrzét november 16-án és 17-én délután a Gyergyószentmiklósi Fogarasi Mihály Általános Iskolában. A rendezvény célja a tájékoztatás a különböző szakmák világáról a 8. illetve 11-12. Osztályos diákok számára. A pályabőrzén 30 pályaterületen belül 85 szakember részvételére számíthatnak az érdeklődők. A pályaválasztás fontos döntés az életben. A mai oktatási rendszer szerint többször is határozni kell ebben a kérdésben. Előbb 8. osztályban, majd a középiskolás évek végén. A döntés nem egyszerű, hiszen a legtöbb fiatal nem igazán tudja, mit is fed valójában egy-egy szakirány. Ebben próbál segítséget nyújtani már 9. alkalommal a Gyergyói Medence pszichopedagógiai munkaközössége. A pályabőrze célja a tájékoztatás. Tulajdonképpen a pályaválasztás folyamatában bizonyos pontokat érinteni kell. Az egyik az önismereti szegmens. Ebben azzal foglalkozunk, hogy egyénenként kinek milyen a rátermettsége, milyen képességekkel, jártasságokkal rendelkezik, milyen tulajdonságokkal bír. Ezen kívül fellel tározhatjuk azt, hogy milyen munkával kapcsolatos értékekkel rendelkezik, mi az érdeklődése, és ezzel így le is zárul az önismereti szerep. Aztán ezen kívül, ahhoz, hogy megfelelő szakmát választanak az érintettek, ahhoz nagyon fontos, hogy tájékozódjanak a nagyvilágba. Hogy alapos ismereteik legyenek arról, hogy az egyes foglalkozások, mesterségek mit takarnak. Beleértve azt is, hogy milyen megterhelésnek lesznek kitéve, milyen eszközökkel kell dolgozni, milyen jártasságokra, képességekre van szükség ahhoz, hogy egy adott foglalkozást műveljenek, és akkor ezt összevethetik a saját önismereti repertoárjukkal. És a pályabőrzének éppen ez a célja, ez a második rész, hogy minél bővebb legyen a tájékoztatás. Idén 85 szakember nyújt tájékoztatást a szükséges képesítésekről és elhelyezkedési lehetőségekről, valamint ismertetik azokat a követelményeket, amelyek az adott pályára alkalmasságot jelenthetnek. Ugyanakkor válaszolnak a diákok kérdéseire is. Idén 30 pályaterületbe foglaltuk össze a meghívottak listáját. A következők szerepelnek benne: építészet, egészségügy sok kategóriában, szépségipar, vendéglátás, állategészségügy, informatika, és még sorolhatnám, és ezekhez a pályaterületekhez rendeltünk foglalkozásokat, hát akit elértünk tulajdonképpen, és aki vállalta, hogy el tud jönni szerdán és csütörtökön délután 3-tól. Tehát például a jog kategóriában van ügyvéd, ügyész, bíró és közjegyző, a vendéglátásnál pincér, szakács, a mezőgazdaságnál van növénytermesztő, állattenyésztő, mezőgazdasági mérnök, kertészmérnök. Az egészségügyben több csoportban fogorvos, technikus, családorvos, dietetikus, egyéb szakorvos, bába, egészségügyi asszisztens. A pályabőrzét elsősorban 8 és 11-12. Osztályosoknak szervezik, de bárkit szívesen látnak a tájékoztatón. Nem csak Gyergyószentmiklósról, hanem a környező településekről is, hiszen legutóbb 2019-ben tudták megszervezni ezt a rendezvényt. A program szervezésében és lebonyolításában a Gyergyói Medence iskoláinak pszichológusai, szociálpedagógusai, gyógypedagógusai, nevelési tanácsadói vesznek részt. Várják az érdeklődőket november 16-án és 17-én 15 és 18 óra között a Fogarasi Mihály Általános Iskolában.
Az év első 9 hónapjában 5,7%-kal csökkent az ország áramfogyasztása, az előző év ugyanezen időszakához képest. A lakossági áramfogyasztás 8,1%-kal mérséklődött, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet. Az INS adatai szerint az ipari villamos energiafogyasztás 4,9%-kal csökkent, a közvilágítás fogyasztása azonban 3,2%-kal nőtt. A jelzett időszakban az ország villamos energiatermelése 6,6%-kal mérséklődött. 32. alkalommal került megszervezésre Gyergyószent Miklóson a Salamon Erdő gimnáziumban az őszi szavaló verseny. Az idei, ismét hagyományos módon tartott eseményen Nemes Nagy Ágnes magyar költő munkássága előtt tisztelegtek a szervezők, versenyzők. Már több mint 30 éve minden ősszel hagyományosan november első vagy második hétvégéjén kerül sor Gyergyószent Miklóson az őszi szavaló versenyre. Szombaton, november 12-én a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében Nemes Nagy Ágnes, 20. századi költő, műfordító, esszéíró és pedagógus munkája előtt tisztelegve az ő műveit adták elő a versenyzők. Ferenci Attila, a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója elmondta, nagy öröm a szervezők számára, hogy a tavalyi online forma után ismét személyes jelenléttel szervezhették meg a nagymúltra visszatekintő versenyt. Igazából ez a szavaló versenyünk a 32. úgyhogy elég jó korban van már. Volt egy-két év kiesés, örülünk annak, hogy a pandémiás időszak után fellélegezhetünk és folytathatjuk a tavalyi online szavaló verseny mellett az élő sorozatot. Amint hallhattuk, Nemes Nagy Ágnes a emlékévében történik ez a szavaló verseny. Hogyha egy kicsit visszatekintünk a múltba, valamikor 1987-re gondolok, amikor Patek Mária magyar tanárnő fejéből kipattant az ötlet, hogy őszi szavaló versenyt szervezzen, és Szárny segédével, Lakatos Mihály tanár úrral elindították ezt a szavaló versenyt. Nemes Nagy Ágnes a művészet minden ágát ismerte és elismerte, valamint nem csak verseiről, hanem esszéiről és fordításairól is híres. Így idén az idei versenyen a szervezők is szélesítették a kört. A szavalatokon kívül három további kategóriával lehetett nevezni, megzenésített verssel, illusztrációval és versfordítással is. Idén Nemes Nagy Ágnest választottuk témaként, azért, mert a költőnek most van a centenáriuma, a születésének 100. évfordulóját ünnepeljük az idén, és rengeteg program kapcsolódik az ő születésének az évfordulójához, így mi is kapcsolódtunk a szavaló versenyünkkel ehhez az évfordulóhoz. Két korcsoportban 9-10, illetve 11-12-es diákokat egy kötelező témakört adtunk meg, tehát nem kötelező verset, hanem csak egy témakört, és azon belül kellett Nemes Nagy Ágnes verset választaniuk, ezen kívül pedig egy teljesen szabadon választott verssel jelentkezett mindenki. És idén, mivel kapcsolódni próbálunk ahhoz is, hogy Nemes Nagy Ágnes értékeli a többi művészeti ágat is, meg nem csak költőként, hanem műfordítóként is jelentőset alkotott. Ezért idén fordításokkal is lehetett jelentkezni, illusztrációkkal és megzenésített verssel is. Résztvevők és pályamunkák 9 középiskolából érkeztek a szombati versenyre. Gyergyószent Miklósról, a Batthyány Ignác szakközépiskolából és a Salamon Ernő gimnáziumból, de voltak versenyzők Ditróból, Maroshévízről, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Barótról, Szamosújvárról és Nagyváradról. A versenyzők két korcsoportban mérettettek meg. A versenyzők két költeménnyel jelentkezhettek 9-10. Osztály számára. A kötelező vers Nemes Nagy Ágnes költészetéből az utak, fák, tó motívumra épültek. A 11-12. Osztályosok számára a kötelező motívum a szobák, házak, angyalok és lovak voltak. Meg kell tanulni azt a sávot, ahol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. A folyót, a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak.
meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, és a vakfehér kék éjszakát, amelyben csukjás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. A 32. őszi szavaló versenyen a szakmai értékelést Ambrus Dorottya, Ferenc Klára, Gidró Melinda magyar tanárok végezték. Az eseményt Hargita megye tanácsa, a Karácsony János Alapítvány, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Salamon Ernő Gimnázium támogatta és szervezte. Maros megye újabb zónájában írták alá a hulladékgyűjtésre vonatkozó megbízási szerződést, így most már mind a magánházaknál, mind a tömbház negyedekben megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés. Új vállalat tart tisztaságot Marosvásárhelyen és a környező 18 településen. Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás aláírta a kettes zóna szelektív hulladékgyűjtésére vonatkozó megbízási szerződést a közbeszerzési eljáráson nyertes Brandner Veres céggel. Ezzel teljessé vált a hulladék szelektív begyűjtése Maros megye mind a 7 zónájában. Gyakorlatilag már Maros megye abban a helyzetben van, ugye nagyon rég, hogy megpróbáljuk bezárni a kört, és végre a kettes zónára is a licit után megkötni úgy a szerződést, hogy az új szolgáltató a rendszernek megfelelően, az integrált rendszernek megfelelően gyűjtse a hulladékot szelektíven. Na most jutottunk el abba a pillanatba, amikor ugye egy hosszas közbeszerzési eljárás után és egy mobilizálási idő után a Brandner Veres cég mától a Marosvásárhely, illetve a környező 18 településen gyűjti a hulladékot. Marosvásárhely, Nyárádszereda, Nyárádmagyaros, Székelybere, Nyárádremete, Székelyhodos, Nagyernye, Koronka, Jedd, Maroskeresztúr, Marossárpatak, Gernyeszeg, Mezőmadaras, Mezőbánd, Mezőpanit, Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Csíkfalva tartoznak a kettes számú régióhoz. Ezeken a településeken az új köztisztasági vállalatnak kötelessége külön gyűjteni 4, illetve Marosvásárhelyen 5 frakcióba a hulladékot. Úgy a magánházaknál, mint a tömbház negyedekben megvalósul a szelektív gyűjtés, ám eltérő módon. Míg a tömbház negyedeknél gyűjtőpontokon gyűjtjük a szelektív hulladékot, addig házaknál ugye kapuk előről sikerül elvinni, és ez mindenképpen reméljük, hogy az eredményeket is jobban meghozza. Na most a kettes régióban, városon, amint mondtam, 5 frakcióba gyűjtjük a hulladékokat, vegyes hulladékot, illetve a jól ismert sárga, kék és zöld frakcióban gyűjtjük a szelektív hulladékokat, illetve a szerves, lebomló hulladékot, ami ugye a konyhából vagy bárhonnan kikerül, ezt külön fogjuk gyűjteni, és ezt a hulladékot Maroskeresztúron komposztálási folyamatnak veti alá az Iridex szolgáltató. A szolgáltatóváltás miatt Marosvásárhelyen több félreértés is volt, ezért a megyeközpont városmenedzsere hétfőn tisztázni próbálta a hulladékgazdálkodás hátterét. Kacsó Sándor kiemelte, hogy a helyi önkormányzat nem tartozik felelősséggel a hulladékgyűjtésnek a folyamatáért, mivel a hivatal hatáskörében a város, illetve az utcák tisztasága áll. A hulladéknak a gyűjtése és ennek a szelektív kezelése, ez nem a városhoz tartozik. Erre ez a bizonyos gyűlökezet, ez az Adi Collect szervezte meg a közbeszerzést, ott egy bizonyos cég megnyerte, és november 4-től ki volt adva az elkezdési határozat. Hozzátette, hogy várhatóan lesz őszi nagy takarítás, de nem a megszokott módon. Ennek is körülményes a folyamata. November végéig fogják kicserélni a tömbházlakások környékén lévő nagyméretű háztartási szemetes kukákat, és elkezdik a szelektív hulladék begyűjtésére alkalmas tárolók kihelyezését. Előreláthatóan decembertől kezdődik a szelektív hulladékgyűjtés az egész városban. Az üveget gyűjtőpontokon gyűjtik továbbra is. A magánházak esetében a papírt, műanyagot, fémet házról házra gyűjtik. Tömbházas lakóövezetekben a gyűjtőpontos hulladékgyűjtés marad érvényben. Napokon belül 1,1 köbméteres barna konténerek kerülnek ki a lakónegyedekben, amelyekbe a vegyes hulladékot kell dobni, illetve a színes konténerek is a helyükre kerülnek. Folytatódik a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ országjárók, világjárók élménybeszámolóval és vetítéssel egybekötött előadás sorozata. November 15-én kedden 19 órától Zihó Viktor Csoma útján két keréken című ingyenes előadására kerül sor a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében.
A megszokottnál is több feketén dolgozó szemét értektetten a munkaügyi felügyelők a szeptemberi ellenőrzések során. A tapasztalatok szerint mind több tevékenységi ágazatra kiterjed a fekete munka Romániában. Rekordszámú feketén foglalkoztatott munkavállalót értek tetten szeptemberben a munkaügyi felügyelők. Több mint 1500 feketén dolgozó szemét azonosított a munkaügyi felügyelőség Romániában, és több mint 10 millió leértékben szabott ki bírságokat a munkaszerződésekre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó előírások megszegése miatt. Az intézmény közleménye szerint a területi munkaügyi felügyelőségek szeptember 2-a és 29-e között országszerte több ellenőrzést végeztek. Ezek alkalmával az ellenőrök 4287 esetben figyelmeztettek, és 10180 esetben elrendelték a rendellenességek megszüntetését. Összesen 1551 munkavállaló esetében állapítottak meg szabálytalanságokat. Közülük 1379-nek nem volt egyéni munkaszerződése, 117-nek a szerződését a munkaadója nem vezette be az alkalmazottakat nyilvántartó országos digitális adatbázisba, 5-nek fel volt függesztve munkaszerződése, 50 személy pedig a részmunkaidős szerződésben rögzített munkaidőn kívül dolgozott. Nikolai Brátó főfelügyelő szerint a szeptemberben azonosított feketén dolgozók száma rekordnak minősül Romániában. A szakember egyúttal figyelmeztetett, hogy a fekete munka új formákat kezdett ölteni, és egyre több tevékenységi ágazatra terjed ki, a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt negatív hatása pedig a teljes lakosságot érinti. A főfelügyelő szerint a fekete munka súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár, amelyek rövid távon, de különösen hosszú távon negatív hatással vannak az egyénre, a társadalomra és az állami költségvetésre. A társadalombiztosítási járulékok és adók befizetése, valamint a társadalombiztosítási jogokhoz és más szociális védelmi intézkedésekhez való hozzáférés szorosan összekapcsolódik és függ egymástól. Emiatt függetlenül attól, hogy ki milyen státusban van, munkavállaló, munkáltató vagy éppen egy szolgáltatás kedvezményezettje, ne ösztönözze a fekete munkát, nyomatékosította Nikolai Brátó. Vasárnap Gyergyószárhegyen játszott a másodosztályú felnőtt férfi kosárlabda bajnokságban a nemrég megalakult Gyergyószentmiklósi kosárlabda csapat. Ezúttal a kolozsvári együttest fogadták, és a találkozó eleje nagyon szorosra sikerült, végül azonban a jóval tapasztaltabb vendégcsapat győzött. A Gyergyószentmiklósi VSK ISK férfi kosárlabda csapata a kolozsvári együttest fogadta vasárnap a Gyergyószárhegyi sportcsarnokban. Picit úgy félve fogtunk neki, legalábbis a felkészülésnek erre a mérkőzésre, mert nagyon jó eredményeket csináltak. Tehát, hogy Vulcsától kikaptak, aki ugye feljutásért küzd, és biztos vagy benne, hogy fel fog jutni az első osztályba, és tőlük 9 ponttal kaptak ki idegenbe. És akkor jelzés értéke volt, hogy na azért nagyon kemény együttes jön, de készültünk, rengeteget analizáltam mérkőzésüket, videófelvételeket, hogy mit, hogy, mint. És meglepetésen nagyon jó kezdtünk, tehát körülbelül másfél negyeden keresztül vezettük is a mérkőzést, ilyen kiki mérkőzés volt. Aztán utána azért csak kijön a tapasztalatlanság, mert volt körülbelül egy olyan 3-4 perc, amikor megragadtunk pontszerzés szempontjából, rengeteg hibánk volt, tehát ilyenek, hogy nem vettük észre az üres embert, elerőltettünk dobásokat, amit nem kellett volna, eladott labdát csináltunk, egy-két, játékvezetői ítélet is hiányzott, és ők megbedobták a helyzeteiket. Tehát ugye a rutin az olyankor kijön, akkor elmentek egy 15 pontos ilyen futást, mondják, hogy futást csináltak, és akkor átvették a vezetést egy ilyen tartósan, úgyhogy ez meg is pecsételte a mérkőzést. Az első játék részben csak 3 ponttal maradt alul a gyergyói csapat, aztán a másodikban már 21-jel több pontot gyűjtött az ellenfél. Végül 93-62 arányban győztek a kolozsváriak. A gyergyószentmiklósi pontokból 28-at Bodó Tamás, 11-et Csillag Előd, 8-8-at Kolozsi Előd és László Tamás, 4-et Vetési Antal János, 2-t Szőcs Hunor és 1-et Barabás Gergő szerzett.
A játékosok mérkőzésről mérkőzésre fejlődnek, és mindegyik találkozó után kiértékelik a hibákat, hogy azokon javítani tudjanak. Amikor egy csapatnak nincsenek mérkőzései, akkor nagyon nehéz, mert nem tudod, az ellenfelek hol állnak. Most az öröm az örömben, hogy vannak olyan hibák, tehát minden mérkőzésen előbújik valami, amivel dolgozni kell. Most úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb gond az fejekben van. Tehát mentálisan voltunk most gyengék, mert szokták mondani, hogy veszíteni tudni kell, de én azt mondom, hogy nyerni meg kell tanulni, mert bizonyos olyan szituációk vannak, amikor nem szabad föladni, ha hibázták, ki kell javítani, vagy el kell egyszerűen felejteni, és a következő feladatra koncentrálni, nem föladni, meg mérgelődni, meg bíróval foglalkozni, meg... Tehát ezeket el kell felejteni. Úgy gondolom, hogy mentálisan volt egy picit gyengébb az együttesünk, de tehát taktikailag sok minden van, amin kell változtatni. Úgy gondolom, hogy az egy-egy elleni védekezésünk az volt ma most egy picit olyan gyengébb becske, úgyhogy azon fogunk most inkább dolgozni. Hétvégén két találkozót is játszik a Gyergyószentmiklósi VSK ISK férfi kosárlabda csapata. Előbb szombaton délután egy korábbról elhalasztott mérkőzést pótolnak. A brassói koronát fogadják Gyergyószárhegyen, majd vasárnap idegenben játszanak a Ralf Brassó otthonában. A Gyergyói Hoki Klub pénteken és szombaton romániai bajnoki meccseket játszott, az ellenfél a Sportul Studențesc együttese volt. Mindkét találkozón magabiztos győzelmet arattak a pirosfehérek, előbb 18-2, majd 14-1 arányban múlták felül a Sportult, begyűjtve a 6 pontot. Ezeken a találkozókon azoknak a játékosoknak is lehetőségük volt a bizonyításra, akik kevesebb lehetőségeket kapnak az Erste Ligában. A Gyergyói Hoki Klub kedden és szerdán Csíkkarcfalván a Sapientia U23 vendégei lesznek. Pénteken Csíkszeredában újra összecsapnak a Sportullal, vasárnap pedig hazai jégen a brassói Korona ellen játszanak. Ha tehetik, kövessenek minket továbbra is Facebookon, böngészszék a www.fénytv.ro weboldalon elérhető tartalmainkat. Küldjenek a fénytelevizio@gmail.com e-mail címre fotókat, videókat, amivel szűkebb vagy tágabb környezetünk pozitívumaira, negatívumaira szeretnék felhívni a figyelmet. Friss hírekkel holnap is várom Önöket, szép estét, viszontlátásra!